Egy új felajánlónak köszönhetően az idén még egy alkalommal tudtak meleg ételt kínálni a nehéz helyzetben élőknek. A Bajai Emel Kft. Rendszeresen támogatja a városi jótékonysági akciókat, az ételosztáshoz pedig most először járultak hozzá. Mezeiné Bolvári Tímea elmondta, a lehetőségekhez mérten igyekeznek segítséget nyújtani a rászorulóknak, így örömmel csatlakoztak az önkormányzat és a Baja Marketing Kft. Akciójához. A tányérokba ezúttal székely káposzta került, az előző alkalmakhoz hasonlóan ismét 300 adaggal készültek a szervezők. A jótékonysági ételosztásoknak a megszervezését Baja város önkormányzatával közösen végezzük. Természetesen mi a Baja Marketing Kft. Részéről a hátteret biztosítjuk, tehát az épületegységet, és emellett természetesen a meleg tejával, gyümölcsel, illetve a kiegészítő helyiségekkel gondoskodunk. Ami lényeges, hogy a mai napon véget ér a november 22-én elkezdődött jótékonysági ételosztás sorozat. Én úgy gondolom, hogy ha ezt valaki végig gondolja, hogy ez hány alkalmat jelenthet, akkor látja, hogy ez több mint láthatja, hogy ez 13 alkalmat jelentett konkrétan, amikor 13 alkalommal 300 adag meleg ételt osztottunk ki a bajai, illetve az ide látogató rászorulóknak. A szervezők márciustól már a következő sorozatot készítik elő. A tervek szerint az idén ismét november közepén indulna a meleg ételosztás. Jó hír, hogy az eddigi támogatók már biztosították az önkormányzatot arról, hogy ezúttal is számíthatnak rájuk az anyagiak terén.